Rengeteg relikviát és sok más egyéb emléktárgyat csodálhatnak meg az érdeklődők a Vidi Múzeum nyílt napján, amely szombaton és vasárnap egyaránt várja a közönséget. A legendás tárlatvezetéseket a székesfehérvári futballcsapat egykori játékosai társaságában élvezhetik a látogatók, akiket a legbátrabbak gombfociban és csocsóban is kihívhatnak egy-egy mérkőzésre. Februárban tartottunk egy megnyitott kis átalakítás után, megindult a jegy- és bérletértékesítés a múzeumban. Mennek tovább a stadiontúrák és tárlatvezetések is a múzeumban, bár ezek is megújult formában. Többek között ezt szeretnénk majd bemutatni ezen a hétvégén. A Vidi Múzeum mellett lévő kölyökklub szintén átalakított berendezéssel és milliővel, focis tematikával várja a programokra érkező csoportokat március 23-án és 24-én. Amelyet teljes egészében belaktunk, berendeztünk, és egy olyan közösségi térré formáltunk, ami mindenféle programra alkalmas lesz, futball tematikában, a helyi sportcsapathoz kötődően, családoknak, gyerekeknek, akár születésnapozásra, akár egyéb tematikus programok megszervezésére, és hát ugye főleg ezt szeretnénk most egy kicsit bemutatni. A szervezők, valamint az 1984-85-ös UEFA kupa döntős csapat egykori tagjai, Szabó József, Csongrádi Ferenc, Borsány István és Wittmann Géza tehát minden érdeklődőt és focirajongót sok szeretettel várnak. A programon a részvétel ingyenes, azonban a stadiontúrák előzetes regisztrációhoz kötöttek, ezekre a vidimuseum@székesfehérvár.hu e-mail címen lehet jelentkezni.